Na hát, sziasztok! Felrepent a hír a török sportsajtóban, Most már azt kell mondjam, mindenféle rossz indulat nélkül, hogy nagyjából a századik csapatként. Most éppen ugye arról írnak, hogy a Brightonba nem csak, hogy elszerződik Szalai Attila, hanem már pár napon belül aláírja a szerződést, és tulajdonképpen már csak orvosi vizsgálatokon vesz részt. A videót úgy építettem fel, hogy először egy pár mondatot Szeretnénk mondani a Brightonról, aztán pedig arról, hogy valójában ö, reálisnak gondolom-e ezt a szituációt, és mit jelentene szalai számára ez az átigazulás. Úgyhogy ha az utóbbira vagy kíváncsi, akkor egy kicsit toljál a csúszkán nagyjából három percet, és akkor már a szalai témáról jobban fogsz hallani. Szóval a Brighton most nagyon-nagyon-nagyon jól kezdett a bajnokságban, ugye a Premier League-ben van, tehát ugye első osztályú csapat, és két mérkőzést győzött, és egy mérkőzésen döntetlent játszott, négy egyes gólarányal, hét ponttal az ötödik helyen áll a Premier League-ben. Ez már önmagában egy nagyon fontos és nagyon jó dolog. A Brighton mögött nagyon komoly tőkeerős vállalkozók vannak az egyik legelősebb csapat 253 millió euró a játékosok értéke és nagyon komolyan vásároltak már eddig is, ugye ha azt nézzük hogy a Pervis Sestupinyán nevű, nevű balhátvédet vagy a Julio Enciso Enciso inkább talán helyesebben így lehetőt mondani ugye, csatárt vásárolták meg messze 10 millió euró fölött akkor az egyértelműen mondja, hogy bizony, bizony itt egy nagyon komoly vásárlás van. Ha azt megnézzük, hogy ez a csapat hogyan áll fel, hogyan működik, akkor egyértelműen mondható, hogy a baloldala nem a tekinthető annyira biva erősnek. Itt a baloldalon egy utánpótlás szinten válogatottságot elérő, de már 27 éves, tehát már elég régóta ugye nem válogatott játékos Adam Webster játszik, és ha megnézzük mondjuk azt, ha nem is a barátságos mérkőzést, hanem mondjuk a West Ham Brighton-t, ahol a Brighton ugye 2-0-ra győzött, akkor egyértelműen elmondható, hogy bár ugye a baloldali futóként játszó Trosszár gólt is rúgott, azért a Trosszár mögé kell egy erősebb, egy jobb bal hátvéd. A, egyébként a Brighton általában három hátvéddel játszik, amely játék ugye Szalai Attilának a Fenerbahce játékosának nagyon-nagyon jól feküdne. Tehát azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen ez, ez neki szakmai értelemben jót hozna, hiszen egy sokkal gyorsabb bajnokságban játszana, sokkal komolyabb vetétásokkal szemben, és bizony, hát nem kérdés, hogy egy sokkal jobb csapatban is. Hogy mennyi az a vételi jár? amiért végül a Fenerbahce se átengedi, ha átengedi, arról nagyon sokfélét írnak, de nagyjából ugye 15 millió Euróra, mond, vagy bocsánat, 15 millió fontra mondják ezt az árat, tehát egy nagyon magas összegről van szó. Hát meglátjuk, hogy ezt tényleg a Brighton végül megfizeti -e érte. Na most miért fogalmazok ilyen óvatosan, miközben esetleg más videóimban határozottabban fogalmaztam, megmondom nektek, hogy miért. Azért, mert egyrészt az átigazolási időszak végén vagyunk, másrészt pedig biztos ismertek a farkas kiáltani mesét, amikor ugye a kisfiú mindig azt mondta, hogy jön a farkas, jön a farkas, az emberek összeszaladtak, és aztán nem jött a farkas. Hát a Szalai Attilával kapcsolatban az elmúlt 3-4 hónapban, ahogy mondtam nektek, több tucat csapat merült fel az Aston Villától a PSG-ig, és egyikbe se került. Tehát most, amikor valóban úgy látszik, hogy egy kicsit közelebb van az igazolás, most is inkább azt mondom, hogy hátrébb az agarakkal, várjuk meg, amíg tényleg a szerződés aláírásra kerül, és a szerződés aláírásra kerül, akkor örüljünk és szurkoljunk annak, hogy végre újra egy magyar játékos a Premier Ligában tehát az angol első osztályban méreteti meg magát, az nem kérdés, hogy Szalai Attila való oda, az nem kérdés, hogy Szalai Attila helyt fog állni ott, az nem kérdés, hogy Szalai Attila számára és a válogatott számára ez mindenképpen egy abszolút előrelépés, mert ugye a Superliga is mondjuk ki azért őszintén legalább 30%-kal erősebb, mint a Magyar NB1, de a Premier League, hát az nem, azt nem lehet egyszerűen összehasonlítani. Ha egyetlen egy Premier League mérkőzés megláttok, megnéztek, akkor látjátok a taktikát, látjátok a Sebességet, látjátok a játékosok technikai tudását. Tehát a labdarúgás mérhető paramétereiben mindegyikben sokkal jobb a Premier League, mint bármelyik másik. Európai bajnokság, tehát valóban a talán jelenleg a világ legjobb bajnokságába tudna igazolni, egy nagyon jó, feltörekvő csapatba, ahol nagy lendület van, többek között ugye a Potternek is köszönhető el, aki persze nem a Harry Potter, de mégis egy nagyon jó edző, és nagyon összerakja ezt a csapatot. Úgyhogy én személy szerint nagyon örülnék, és szerintem ti is nagyon örülnétek ennek, de mégis mindenkit józanságra intek, egészen akkor egészen addig ne, nem örüljünk túlságosan, amíg a papíron meg nem szárad a tinta, és amíg végül aláírásra nem kerül a szerződés, onnantól kezdve kell örülnünk. Aztán, ha meg nem, akkor pedig a Fenerbahcséban még egy idén nyilván le fog húzni, és fog játszani ugye akár, akár az Európa Ligában, mai napon ez eléggé ki fog derülni elég hamar, de és akkor ott, fog, ott fogja erősíteni a saját csapatát. Na ennyit szerettem volna mondani, ha tetszett nyomj egy lájkot, ha még jobban tetszett kérek iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban tetszett arra kérek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt, tehát számon, vagy nyom meg a szuper Gombot. hajrá Magyarország, hajrá Szalai Attila, a jó Isten áldjon meg mindenkit.